Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk egy újabb Journal of Wrestling-es epizóddal, amelyben a KMPV-t működtetjük továbbra is. Na és akkor ott van, ahogy Lady Frost is ready to return, Illness Event Occurred, és a Offers for La Faction, ugye Rush és Lee, Ingobernable, és Vanerikék meg elfogadták az ajánlatainkat. Dragon Lee. Ja igen, ők is elfogadták, aha. Most itt megköszönték. Recruitment Failure. Nem sikerült Cody Rhodes-ot recruitmentálni, és ki lett beteg? Bruno Sanchez. Értem. JT is sikerült rekrújtálni, ahogy a Nel Hydro de Vikingot. Jó, igen. Oké, az Icon, Mark Briscoe, hát az jó van. Tyler Breeze-nek a work rate-je megnőtt egyel, és Austin Aries kifogyott a szerződésében lévő megjelenésekkel. Úgyhogy, ja. Jó, akkor nézzünk rá az indikre, és igazoljuk le szépen JTG-t és Hydro the Vikingot, kezdjük Vikingóval. Nincs sok pénz. Ezt nem kalkuláltam bele, hogy nincs sok pénz. Ajjaj. Jó! Úgy érzem, hogy itt az ideje egy kis budget cuts-nak. Úgy érzem. Hi. És így szépen nézegessünk. Ziki Dice megtartjuk, Deck Drapper. Ő nekünk rohadtul nem kell. Kapunk érte pénzt? Valahogyan? Release. De csak release-elni tudjuk effektíve, és nem tudunk vele semmi se kezdeni. Jó, hogyan lehetne máshogyan akkor szerezni lóvét? Ez egy nagyon jó kérdés, igaz? Bizonyára igaz. Mert ez eddig vicces volt, amíg volt pénzünk, de most már nincs, így... Hát figyelj, végül is így ezzel is el vagyunk, tehát én nem azt mondom. Nem azt mondom, tehát ezzel a rosterrel is el vagyunk. Hát jó, akkor egyenlőre úgy néz ki, hogy most vagy Vikingot hozzuk el, vagy pedig JTG-t. Mivel úgyis van Dirty Sexy Castles, hogy a Vikingot próbáljuk meg elhozni. 300? Jó! 46 pénzünk még marad, úgyhogy semmi gáz, itt van nekünk majd Vikingo. Na és ugye Cara Noir levette LA Knight-ról a bajnoki címet, és egyszer LA Knight-ot ...nak a karrierje boldogan zárhatja le, hiszen egy kiváló futást adtunk még neki, és így 42 esztendősen elmondhatja magáról, hogy egy jó futása volt egy főbajnoki címmel. Na de ki legyen Cara Noir első ellenfele, mint bajnok, ugye? Már mindenkivel feudolt, akivel lehetett feudolni. Hát akkor mi feudoljon egyet Pete Dunne-mal. Addaljunk feudot. Ez az én bajnoki címem, mondja ezt. Pete Dunne, és ez is ezen címszóval fogja majd kihívni. Pete Dunne-t. Hát addig is pedig menjen egy feud Joe Hendry és Tyler Breeze között. Szerintem Tyler Breeze lesz az, aki még majd Cara Noirról fogja levenni ezt a bajnoki címet. Szóval egyelőre még úgy akarjuk, hogy Joe Hendry ne vegye le róla a címet, a European-t, mert egyelőre Cara Noirnak akarunk egy hosszabb regnálást, mint KMB World Champion. Jó, de hát akkor mondjuk ki lehetne jó? Nick Aldis. Egyébként egy jó választás lehet.
Easy Free is egy jó választás lehet igazság szerint, úgyhogy szerintem legyen Easy Free. Mi baj lehet? Mi baj lehet? Aha. Ez az én bajnoki címem mondja, ez DC Free szintén. Jay Briscoe és Mark Briscoe 3 hónapja regnálnak, aha. Van Erikék is megérkeztek. Rasha és Lee is megérkezett, jó. Oké, nézzünk rá Rasha és Lee-re, hát igen, 30-ból kell, azt hiszem 30-ból kerül az, hogy változtassunk alignmentet, és most ez volt történni. Igen, 30-ban nem baj, ezt pont meg tudjuk tenni. És akkor így már is egy hiel csapatunk van, ha minden igaz. Így van. És ez azt jelenti, hogy tech team, így, és akkor egy debüt attack fog történni. This is our home, cucc, ez jó lesz. Tony Storm pedig folytassa a feudját Jungle Kionával, itt pedig egy return attack történjen. Tehát visszatér, nem Jungle Kion, a Lady Frost, és ő fogja majd megtámadni Tony Stormot. Lehet, hogy Jungle Kionát mondtam valamiért, azért bocs ezt. Azért bocs ezt. Azért bocs ezt. Így, egy ilyen két mérkőzés, mert bukkolunk, és akkor meg fog szerintem hamarosan kezdődni a felépítése a dolgoknak a Glory Side-ra. Egyébként a női roster egyébként így is stabil, úgy gondolom. Hát 5 hónapja Ragnar Tony Storm, mint bajnok, women's bajnok. Hát az jó. Hát az jó, I guess. Mit tudnám, legyen egy tech team meccs, és a Cardon az már olyan rég volt, FTR 100, 85, Major League-nek kéne egy győzelem, jó, értettük. Adjuk az FTR ellen egy győzelmet, mert ők úgyis boldogok most nagyon. Debüt attackkal nyíl meg a show, a Rush és Lee. Ugye Dragon Lee és Rush, ugye a La Faction, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Megtámadták a Briscoe-ékat. A jelenleg már a tech team bajnokokat. Majd utána ez egy mérkőzés itt, ahol Joe Henry nyer, és király spotok voltak, mert tehát király nagyobb dolgok voltak. Tehát a spotoknál, mit tudom én, superplex, meg ilyen nagyobb dolgokat mondhatnánk, vagyis hívunk spotnak, ha jól tudom. Fightot tízel EC Free szerintem itt most nem a hír fog kivételesen fightot tízelni, hanem EC Free, hogy túljárjon Tyler Breeze eszén. FTR Major League, nyerjen most a Major League ugye, mert az ő moráljukat akarjuk feljebb vinni. Na, most pedig a Return Attack. Erről van szó, micsoda szegmens. Lady Frost visszatért és megtámadta Tony Stormot. Itt pedig Jonathan Grahamnak adjuk a győzelmet, majd erről van szó, Demon Title Shot szegmens nagyon nagyot ment. Hát mindjárt növeltük a presztízsét. Ez egy jó show lett, ez egy 4,5 csillagos adás. 68 kreatív pont, már most 84-ünk van így ezzel. Lássuk tehát, hogy itt most ezt amennyiben leadják a tévében, milyen nézettséget tudunk elérni, és esetleg gyarapítani a fanbázisunkat, ami jelenleg 47.200 főből áll. Hát látod már szemnapokat is ez a promóció, de rajta vagyunk az ügyön, azt kell, hogy mondjam. Most ez sok új igazolás, sok friss név,
Úgyhogy rajta vagyunk. Azt mondja, hogy a Monday Night Raw az 8000 plusz, de egyébként kevesebb, mint 10 millióan nézték. Hát igen, itt most olyan mennőtt a Raw az utóbbi időkben. És nem úgy néz ki, mindenki akba akarná hagyni a növekedést. Az All Elite-nél a Dark az plusz 1000 fan. Az NXT 2.0 az NXT-től vitt el 8000-et gyakorlatilag. A New Japan Strong-nál pedig, hát ugye 3000 mínusz. Az Impact nőtt 1400-al, és a KMPV-nél ugye a Reaction nevű és című heti adás pedig 600-at hozott mostan. Na, hát ez így oké. És ugye most már csak Finalizing the Deal Vikingóval Pink Cox idézi. Intézi, bocsánat, nem tudom beszélni se. Ti most ízeltek majd fightot, ti pedig most fogjátok demandolni a title shotot. Ti pedig most, nálatok most lesz az, hogy... De most lesz a stare down szegmens. Ugye a stare down az, amikor szemtől szemben állnak és így vannak gyakorlatilag, hogy így... Az olyan, mint a face-off-olás. A face-off-olás is ugyanez, hogy egymással nagyon nézik intenzíven gyakorlatilag. Jó, és akkor a La Faction kontra Mizé, Briscoe-ék. Nálatok mi legyen? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy nálatok mi legyen, mert nem stare down lesz. Ajja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 jj
még olyan szerdán, meg Fight Is már van az adáson, az, azok már nem lehetnek. Hát így most támadták őket meg, meg mit tudom én. Nem, nem kéne verekedős szegmens most ide. Hát inkább Eastifre és Tyler Breeze-re rakjuk a valamilyen verekedős szegmenset, nálatok pedig a izét kéne valami olyasmit. Hogy? Hogy Stardown. Ti most vagytok Stardown-olni, és Breeze és Easy Free. Hát eléggé rossz ez a feud, úgyhogy próbáljuk meg elmenteni ezt egy promo ambussal. Tyler Breeze támadja meg Easy Free-t. Hát, csak meg tudjuk valahogyan menteni a későbbiek folyamán. Ha nem, ha ez a szemes most nem lesz jó, akkor Glory Side-on rögtön lezárjuk ezt a feudot. Nem lenne értelme már folytatni. De reméljük, hogy nem így lesz, és lesz ok arra, hogy haladjon tovább ez a feud a kettőjük között. Jó, lenne Jonathan Gresham Bray Wyatt, ugye Windham mérkőzés. Jó, Dalton Castle-t és küldjük be valaki ellen. Nem tudom, Henry. Ilyen Henry. Lássuk ezt az adást, ezt a heti adást. Tyler Breeze megtámadja. Jó, 21 plusz 5 csillagos szegmens, és nagyon jó volt, oké. Okay. Jó, hát így sem nagyon egéket rengető feud ez, de legalább már több, mint a semmi. Tehát így már 29-es, úgyhogy még nem fogjuk lezárni. És mint Dalton Castle egy Shocking Victory-val, tehát senki nem várt, és ez szar is lett. Na mindegy. Stardown szegmens nem lett a legjobb, de nem a legrosszabb. Erre van azon a csajok, viszont nagyon küldik ezt a feudot, ez pedig a király. Gresham nyerjen, 4 csillag, jó. Na, majd fightot 10-zel Pete Dunne, ez nem lett túl jó. Az a baj. Jó, ez egy lényegesen gyengébb adás, hát reméljük, hogy annyit nem bukunk, majd fanok tekintetében. Mert álmodjuk, hogy 600-at nyertünk az előbb, akkor most idem egy 5000 mínusz, hogy nem tudom, mert nem 4-es fél csillag lett, hanem 4-es egy negyed csillagos adás lett. Egyébként 57 kreatív pontot kaptunk. Jó. I take it.
Na, kérem szépen a tévés nézettségek adatai a Raw. A Monday Night Raw-val a WWE 4000 fannal többet tudott hozni, 10000-en nézték összesen. Ahogyan a main eventet is 10 millió fölött. Dark minusz 500, NXT minusz 5000, majdnem 6000, minusz 400 a Strongnál, New Japan-nél. Az Impact-nél plusz majdnem 2000, és nálam pedig plusz 300. Wow, 51000-en nézték az adást. Na, nem is mentünk minuszba. És akkor Glory Side Ascension mérkőzések kapnak bónusz, úgyhogy akkor most ezt itt szépen megcsinálják Ascension. Nem lófoljuk, várjál. Mi lesz a következő... A következő cucc? Cuccos. Ja, a Big Rumble, igen. Mert ugye ez Big Rumble akart lenni, csak inkább nem. Jó. Ez eddig oké. Okay. De várjál már. Remélem, hogy még nem fog beütni az a bug, mint ami a HCV-s izéknél, és beütött egyszer. Hogy így két grála ismétlődött egyfolytában, mert már sokszor volt Glory Side, de aztán lehet, hogy hülye vagyok teljesen, és egyébként minden jó, na mindegy. Azért már bennem van ez a félelem, na, de nem Remove Bluff, hanem csak gimmicket szeretnénk hozzáadni, ami egy Ascension mérkőzés lesz, így van. EC3 Tyler Breeze, jó, nem baj. Egyébként nem tudom miért mindenszeres, amikor EC3 ugye face. Ez kicsit érdekes számomra. És így heel-vs face az általában plusz 20-at szokott kapni, nem tudom, hogyha valaki heel-ből lesz face, az valamiért mindig mínusz 5, azt nem tudom miért van ez, de ha ti tudjátok, akkor írjátok meg azt a kommentekbe. Mert én nem tudom. Jó, legyen egy visszavágó Joe Hendry és Dalton Castle között, hogy ezért nem maradjon már Hendry szégyenbe. És akkor legyen még egy Timothy Thatcher, vagy nem Jonathan Gresham, bocsánat, kontra Thatcher, illetve egy Wyatt Nick Aldis. Elején lehet, hogy most nem fogom bukkolni szerintem. Már figyelj, Szomorzsot megverheti. Úgyis part-timer. Bármennyi, akkor már Cesarót. Cesarót verje meg elején állít. Az úgy open air-ben oké. Okay. Így. Azért remélem, ne legyen feljebb. Így. Ez így jó is, és akkor semmit nem lófolunk, menjen a Glory Side, a Dicső Oldal című gála, mit tippenek a fanok, Claudio Castagnoli nyer, EC3 megnyeri a bajnoki címet, Jonathan Gresham nyer, Joe Hendry nyer, a Briscoe nyernek, Nick Aldis nyer, Tony Storm megvédi a címét DQ-val, Pete Dunne megnyeri az övet. Ezek vannak itt. Hát LA Knight fog itt most nyerni az első mérkőzésben, ahogyan Tyler Breeze a másodikban, ezzel címet véd. Gresham kontra Thatcher, Gresham az első face victory. És nagyon jól működött is a közönségnél ez a mérkőzés. Hendry nyer itt pedig. Na akkor most a La Faction az első mérkőzését elveszíti. Hoppá, valaki lesérült a Briscoék közül. Ajjajaj. Hát ezzel ezt a feudot most keresztbe is vágták ezzel. Jay Briscoe lesérült. Hát akkor vakantoljuk a title-t. Vacsa te. Tehát így most már hiába védték meg a címeiket, most már így elvettük tőlük a bajnoki címeiket, hiszen sérülés miatt. De attól függetlenül egy király meccset birkóztak. Sajnálatos, hogy lesérült benne Jay Briscoe. Hát itt igaz, hogy tök mindegy, hogy ki nyer. Nyerjen Bray Wyatt. Lady Frost kontra Tony Storm. Tony Storm megtartja. Á, és még ő is lesérül. Hát mi van?
Hát mi van most? A női divízióban sorra történnek a sérülések. Jött egyszer Indy Hartwell, Lady Frost, most Toni Storm a jelenleg regnáló Women's bajnok. És ezt a storyline nem tudjuk így végigvinni valószínűleg. Ajj, ezt nagyon sajnálom pedig. Ajj, ezt nagyon. Hát akkor ezt a title-t is vacatolni kell, de cserébe a közönség ellen működött abszolút most ez a mérkőzés. Bár meg, és ezt most meg is értem, hiszen ugye Lady Frost most jön fel a sérüléséből, most támadta vissza Toni Stormot. Értem most itt, hogy miért írta ki ezt a játék. Itt most értem, hogy miért működött a közönség ellen gyakorlatilag, és a közönség miért nem szerette ezt a mérkőzést, főleg a kimenetel miatt. Na de, a main event, a Ascension mérkőzésben Cara Noir kontra Pete Dunne, Cara Noir megvédi a címét, egy nagyon jó mérkőzés. Hát igen, itt volt, ez egy hullámvölgy volt ez a Premium Live Event, de így is 5 csillagos lett, és 190 pénzt kaptunk rá, cip pontot, és valamiért over lett Rosemond Eric. De nem is bukkoltuk a csávót, na mindegy, hát nem jó. Oké, 5 csillag, úgyhogy... De itt most keresztbe vágták sok booking dolgunkat, amit elterveztünk itt a sérülések. Mind a Briscoék sérülés, mind a Toni Storm. Főleg úgy, hogy mind a kettő title feud is volt. Hát ez sajnálatos nagyon így. Nem baj. 5 csillag megvan. Tehát pluszba fogunk kijönni szerint. Hát csak, hogyha 5 csillagos gálát csináltunk. Így van, 800 plusz a dicső oldaltól. A Impactnél 600, New Japannél 2000 plusz. NXT 11000 minusz, All Elite Wrestlingnél meg 10000 minusz. És a WWE, a Mania Backlash-sel pedig 18000 plusz. Nick Gallis, ezt nem fogja kedves megcsinálni. Jó, benne leszel egy jobb mérkőzésben. Ezt így megígértük most már Aldisnak, és akkor innen fogjuk folytatni a következő epizódban ezt a sorozatot, a KMPV-nek a működtetését. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint gyertek fel a Discord szerveremre, és akkor ott biztosan érdekelni fogtok az ezt hasonló tartalmakról, továbbá részt vettek szavazásokon is, illetve feltehetitek a kérdéseiteket a kérdések csetszobába, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok nektek válaszolni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet, sziasztok, hello!